1830 négyzetméteres területet borított be a ráckevei Dunaágon a fáradt olaj, amit valaki néhány nappal ezelőtt öntött be a csapadékvíz csatornán keresztül a folyóba. A vízügyi igazgatóságok emberei napi 24 órában dolgoznak a területen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint csak az elmúlt két napban 227 ezer kg szennyezett anyagot vittek el. A vegyi anyag szakértő szerint a szennyezés eltávolítása közben a növényzet is elpusztul, ez csak évtizedek alatt tud majd regenerálódni. Közben több civil is pénzt ajánlott fel a nyomra vezetői díjhoz, annak reményében, hogy sikerül elfogni a tettest. Napi 24 órában dolgoznak a vízügyi igazgatóság munkatársai Sziget-Szentmiklóson, ahol valaki néhány nappal ezelőtt hatalmas mennyiségű fáradt olajat öntött a Tebe utca és a Révsor kereszteződésénél lévő csapadékvíz csatornába, majd azon keresztül a ráckevei Dunaágba. Ebbe a tartályba szívjuk le az olajat egy olyan 4,5-5 bára vákumba. A vízügyes szakemberek eleinte csak olajszivattyúkkal tudtak dolgozni, azóta viszont kármentesítő utakat építettek, így a nagyobb gépek is fel tudtak vonulni. 227 ezer kilogramm szennyezett anyagot vittek el az elmúlt közel két napban a hatalmas teherautók, mert ahogy látható, ugye a gépek most már ezt nagyon gyorsan tudják konténerekbe rakni, sokkal gyorsabban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy jelenleg elsődleges veszély és kárelhárítás folyik. 1830 négyzetméter pontosan a lokalizált terület nagysága, ez úgynevezett merülőfalakkal van körbevéve, és ezeket a merülőfalakat az elmúlt napokban még egy réteggel megerősítették a kollégák, illetve csónakokból kívülről a vízről folyamatosan ellenőrzik, de egészen biztosan ki tudom jelenteni, hogy szennyezés innen nem jutott ki szerencsére. Miután a munkagépek elvégzik a dolgokat, a terület közel sem lesz olyan szép, mint azelőtt. A hatóságok ezután szakemberekkel közösen kidolgoznak egy koncepciót, amivel a területet újra életre lehet kelteni. A helyszínen egy férfi, aki gyakran kirándul erre, azt mondta, az itteni élővilág semmihez sem hasonlítható, ezért is nagy baj, ami történt. Azt gondolom, hogy valakinek kéne viselni a felelősséget és a kárenyhítésben részt venni. Borzasztó nagy kár, hogy megsemmisül ez a láb. Aki már járt itt korábban, az tudja, hogy ez mennyire pótolhatatlan. A Greenpeace vegyi anyag szakértője szerint a szennyezés eltávolítása közben a növényzet is elpusztul. Ez csak évtizedek alatt tud regenerálódni. Lehet tudni, hogy ha ilyen olajjal érintkezésbe kerülnek vízélőlények, halak, vízimadarak, azok nagyon jó eséllyel elpusztulnak, madaraknak összeragad a tolla, a vízélőlények számára mérgező. Illetve külön probléma, hogy a olaj maga a vízfelszínen ilyen filmet képez, és emiatt nem tud bejutni az oxigén a vízi élőhelyekbe, tehát alatta gyakorlatilag megfulladnak az élőlények. Simon Gergely szerint ráadásul arról még nincsenek információk, hogy az olajban vannak-e egyéb toxikus anyagok, például nehéz fémek, amelyek hosszú távon is károsíthatják a környezetet.